Sziasztok, Sly Walker vagyok ismét, ez a hősös videószéria következő része. Sajnos most egy ideig beteg voltam, és most jutottam olyan állapotba, hogy tudom folytatni. Hát most vágjunk is ebbe bele. A következőnek a Rose Knight-ot választottam, ez ugyan egy későbbi szakaszban megszerezhető hős, de nemrégiben volt egy olyan event, ahol a kisebb játékosok is szert tehettek rá. Nézzük meg, hogy mit tud. Azt mondja, alapvetően ő egy strenges hős, ami azt jelenti, hogy az erő az alapvető tulajdonsága. A strenges hősök viszonylag jó életponttal, hát megfelelő sebzést tudnak kiosztani, de nem ez az erősségük. Másik típusát tekintve lovas, tehát hogyha a sereg mellé tesszük, akkor a lovasainknak az összsebzésétből számolódik az ő sebzése. Megszerezni az event, mint ahogy említettem, az eventből már meg lehetett szerezni. Az elit pályán a 6-os fejezet 12-es részénél tudjátok, tehát ez viszonylag később fog bekövetkezni. De akinek megvan, lássuk, hogy mire számíthat. Azt mondja, hogy rang 2-esen adminisztrációs skillje van, a fa termeléshez ad 100%-osan bónusz. Rang 4-esen a lovasságnak az életpontjához ad 100%-os bónusz, és rang 7-esen a seregnek, az öt seregnek a sebzéséhez ad 100%-os bónuszt. Ez nagyon jó kis képesség. Ugye ezeket a százalékokat a hős színezésével lehet megnövelni. Na nézzük, hogy a következő képességei micsodák. Ezek a képességek ugye a Colosseumban és a hőspályákon használhatók. Ő egyedi ultimate képessége, hát Amerika kapitány módjára elhajítja a pajzsát, majd ez a pajzs 6-szor fog pattanni az ellenségeken véletlenszerűen. Amellett, hogy jó sebzést okoz, van esély rá, hogy egy másodpercre megbénítja az ellenséget. Ez a képesség 100%-os módon aktiválódik, mint a korábbi videókban is elmondtam, a hősünk jelenlegi szintjénél alacsonyabb hősökön 100%-os eséllyel, még a tőlünk nagyobb szintű hősöknél kisebb eséllyel fog aktiválódni ez a hatás. Azt mondja, a következő képessége, ez egy ilyen áldás, a legkisebb életponttal rendelkező baráti egységünket gyógyítja, és 5 másodpercre, ha az én esetemben 29%-kal csökkenti a beérkező sebzést. Ez egy nagyon-nagyon remek skill. A következő skillje a csata elején az összes szövetséges egységre fölrak egy védő pajzsot, egy ilyen kis bubit, ami bizonyos szintű sebzést képes felfogni. Az én esetemben az 5374. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős skill. A Colosseumban nagyon-nagyon jó, mert az alacsony életpontú hősökre ez még rárak egy olyan buffert, amivel nem tudják azonnal kinyúkolni. Illetve ennek a képességnek köszönhetően lehet egy olyan megoldás, hogy a Colosseumban őt tesszük be, és nem egy healert. Azt mondja, hogy a következő képessége pedig, hogy megnöveli a saját mágia ellenállását, tehát nagyon hatékony lesz a mágikus
támadásunk hősökkel szemben. Ugye a képességek rang 2-nél, rang 4 és rang 7-es szinten lesznek feloldva. Szóval nézzük meg a tulajdonságait, életpontját tekintve elfogadható életpontja van, tehát a tankokhoz képest vannak sokkal, de sokkal erősebb tankok, viszont a képességeit használva ugye ez több lesz. A támadása mind mágikus, mind fizikai értelemben elfogadhatónak mondható védelme, a fizikai védelme az picivel alacsonyabb, de nem rossz, a mágikus pedig iszonyúan magas. Azt mondja, kritikus esély, kritikus talált esélye elég alacsony, de ő neki nem is ez a dolga. A recovery per round, hogy ütések után mennyi gyógyul, az is jónak mondható, illetve a healing fókusznak köszönhetően a gyógyítása is erősebb egy picivel. Mindent összevetve nagyon remek hős, mindenféleképpen, amint van lehetőségetek, szerezzétek meg. A Colosseumban a második sorban javaslom betenni, első sorban valami sokkal erősebb tankot, mint például a Death Knight-ot tegyétek mellé. És akkor nem feltétlenül kell healer. Remélem, hogy tetszett a videó, és fogjátok tudni hasznosítani. Vigyázzatok magatokra, bújtassatok, sziasztok!